a Spirit Chief. Elkezdődött egy újdonságos dolog lett benne, hogy szuper pol volt, ami azt jelenti, hogy ilyen válogatásszerűen kerülnek be a pilóták, két futamban, 8 ember, és a végén 8 ember maradt. Az elsőt sikerült megnyernem, a másodikban volt egy kisebb hiba, egyik versenyző oldalról kicsit elivágott, ott volt, és utána elestem belőle, de elég szépen föl tudtam jönni. Verseny. Látszott, hogy nagyon púderes, poros lesz a verseny. A rajtnál másodiknak jöttem el, tartottam ugye a három kör után, vagy negyedik kör után átszettem a vezetést a tankolásnál. Hát ebben a pillanatban szépen át színvédőként vezeti a kategóriáját is, és az abszolút értékelést is. Próbáltam tartani azt a tempót, amit elkezdtem. Célom az volt, hogy most ne kapkodjak, csináljam szépen, higgadtan, kiegyensúlyozottan. Laboratory in the basement of his home. Technikai sportról beszélünk, és volt egy nagy hiba. A légszűröm úgy megtelt, hogy fuldokolt a motor, és sajnos a szűkó rám tudott jönni. 9 másodperc előnyöm volt a tankolással, az ami nagyon pozitív, mert nagyon gyorsan tudtunk tankolni. Szerintem a leggyorsabb volt és a legbiztonságosabb volt a tankolás szempontjából. Ott éreztem, hogy valami nem jó, nem egyszerűen nem visz fel a gép. Aztán kiálltam, úgy volt, hogy feladom az egészet. Thank you.
reális, ennek Miksi Péter jött és hozott egy légszűrőt, mondta, akkor fejezzem be, de nagyon sok percet ott hagytam, szinte csak ott álltam. És kicsit fejbe azért nehéz volt ezt így átállni, hogy jó, akkor most menj vissza és akkor csinálj a dolgodat. Aztán elkövettem még egy hibát, hogy kapkodásba, hogy nem vettem fel szemüveget, aztán az hülyeség volt. Ugye a másodikra föl tudtam jönni, ami tök nagy dolog, hogy annyi hátrányból egy csak mögötte voltam. Örülök neki, hogy kitartottam, megint a kitartásom meglátszódott. Ugye voltam első, de ennyi hátrányból is ott vagyok a dobogón, aminek örülök. Meg annak is örülök, hogy a motor nem ment szét, és ez a motor is beért a célba. Aztán igazából nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki szurkolt, bízott bennem. Azt gondolom, hogy jól sikerült, vissza tudtam térni majdnem arra a szintre, ahol voltam. Meglátszik azt, hogy nem versenyeztem az idén olyan sokat, de mindenkinek meg szeretném köszönni, szponzoraimnak, akik itt voltak mellettem, segítettek, és találkozunk jövőre. Szőke Márk, a Fuchs Ilka Lé Serko versenyzője, ő tehát a második